Január végén járt le a tankötelezettséggel kapcsolatos kérelmek benyújtási határideje. Eddig több mint 10 000 szülő adott be kérelmet, hogy az augusztus 31-éig 6. életévüket betöltő gyermekük még egy évig maradhasson óvodában. Összesen mintegy 25 000 6 éves járhat így. A végleges szám a kérelmek elbírálása után márciusban derül ki. Gyerekek játszanak az örökös földi Margaréta óvodában. Közülük többen még friss sovisok, vannak viszont, akik idén ősszel már iskolába mennek. Az elmúlt hónapokban számos cikk jelent meg a sajtóban az iskola kezdési szabályok változásával kapcsolatban. A téma pedig jócskán megosztotta a társadalmat. Sokak szerint a 6 évesek mindenáron első osztályba kényszerítése nem jó ötlet, hiszen ahány gyermek annyiféle ütemű fejlődés és annyi szintű érettség. Mások úgy látják, hogy még ha bonyolultabb is lett az eljárás, a szakmai szempontok nem változtak. Van olyan lap, amely azt írta a napokban, hogy eddig a pedagógiai szakszolgálatokat nem rohamozták meg a halasztást kérő szülők tömegei. Más cikkek szerint ugyanakkor rendkívül leterheltek ezek a testületek. A vélemények tehát megoszlanak, ami azonban biztos, hogy január 31-én lejárt a határidő, ameddig az idén tankötelessé váló gyermekek szülei beadhatták kérelmeiket az oktatási hivatalnak, ha úgy érezték, hogy csemetéjüknek hasznosabb volna még egy évet a nagy csoportban tölteni, mint beiratkozni az első osztályba. Mint a Magyar Nemzet írja, a köznevelési törvény tavaly nyári módosítása előtt nem volt szükség semmilyen eljárásra a halasztáshoz. A döntés az óvodavezetők kezében volt, ami a gyakorlatban sokszor azt jelentette, hogy a szülő megegyezett a gyerek óvónőjével a folytatásról. A változás, hogy eddig csak azokat a gyerekeket küldték iskola érettségi vizsgálatra a pedagógiai szakszolgálathoz, akiknél nem tudtak helyben dőlőre jutni. Mostantól viszont a hivatalhoz kell fordulnia mindenkinek, aki halasztást kérne, függetlenül attól, hogy ezt indokoltnak látják-e az óvodapedagógusok. Az eljárás egységesítésére a szakminisztérium szerint azért volt szükség, mert túl sok volt az indokolatlan felmentés. Az elmúlt években átlagosan 30 000 gyerek maradt 6 éves kora után is óvodában, ami azt jelenti, hogy nagyjából harmadannyian kezdték egy év késéssel az első osztályt, mint amennyien időben beiratkoztak. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán Hegedűsné Balog Anna intézményvezető, köszöntöm a 35 perc stúdiójában. Nagyon érdekes dologról beszélgetünk a következő percekben, csak első felvezetésként annyit még mondanék, hogy mi mindketten, ugye 6 évesen kellett, hogy elkezdjük annó az iskolai képzésünket. Mikor volt az az idő, amikortól lehetőséget adott a közoktatási törvény arra, hogy 7 évesen kezdjenek a gyerekek iskolába járni? Köszöntöm a kedves nézőket, és válaszolok is tüstént, ugyanis valóban én is 6 évesen mentem iskolába, és lám itt vagyunk, és felnőtt és okos emberek lettünk. Köszönöm szépen, én is. És viccet félretéve, tehát tényleg változott a közoktatási törvény, nagyon nagy mérföldkő volt 1993-as oktatási törvény, amelyik megengedte a fejlettség szerinti beiskolázást. Ez azt jelentette, hogy a gyermek születési dátumától függetlenül a gyermek akkor hagyhatta el az óvodakapuit és mehetett át az iskolában, amikor arra megérett minden területen, pszichésen, értelmileg, fizikálisan. Ez most változott, ugye a nyáron tényleg így volt, hogy nagy port kavart az, hogy kijött az új oktatási törvény módosítása, mely szerint a 6 éveseknek kötelező a beiskolázás. Nagyon sok szülő megdermett, megijedt ettől, hogy most mi lesz. Elsőre mi is meghökkentünk, aztán szépen elkezdtük a feladatokat lebontani. Sikerült is. És mire a végére értük, azt mondtuk, hogy nem is olyan súlyos ez a dolog, igen, ennek így jó menete van, ez az eljárás megfelelő. A kisgyermekek különböző szakaszokban különböző módon fejlődnek. Minden gyerek más és más. Tehát azt kimondani, hogy már pedig mindenki kész van, ekkor és ekkor nem lehet. De a
az az eljárás lent, amelyet kidolgoztak, az lehetőséget ad minden olyan gyereknek, akinek lemaradása van, arra, hogy maradhasson. Tehát nem zárta ki azt, hogy már pedig el kell menni, mindegy, hogy hol tart a fejlődésben, el kell mennie, hanem lehetőséget ad arra, hogy további egy évre maradjon óvodai kereteken belül a nevelése, és fejlődhessen. Az óvodánkban minden év novemberében elvégezzük mi óvónők a gyermekek részképességvizsgálatát. Azt jelenti, hogy különböző területeken felmérjük a gyermekek jelenlegi fejlettségi szintjét, és ehhez képest határozzuk meg a fejlesztési feladatokat, hogy hova kell eljutnia, mi hol vannak a hiányosságok, hol kell változtatni. Mi elvégeztük ebben az évben is a részképességvizsgálatokat, és minden tanköteles korú gyermek esetében ezt elvégeztük, és minden olyan esetben, ahol láttuk azt, hogy szükség van fejlesztése, illetve hiányosságot tapasztaltuk, kértük a pedagógiai szakszolgálat vizsgálatát. Ezt a pedagógiai szakszolgálat együttműködve velünk el is végezte, tehát például a mi esetünkben már az elmondott január 31-i dátum, ahova be lehetett adni a kérelmeket, már nem is volt releváns, hiszen a pedagógiai szakszolgálattól december 31-ig már visszajöttek azok a pedagógiai szakvélemények, mely szerint a kisgyermek a 2020-21-es nevelési évben még óvodai nevelés keretében fejlődhet. Ezt mi vezetők rögzítettük a kérben, és ezáltal a gyermek megkapta a felmentését a további egy évre. Tehát a szülőnek sem, a pedagógusnak sem ezen a téren egyéb más teendője nem volt. Azok a szülők viszont, akik nem rendelkeztek pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakvéleménnyel, azok valóban január 31-ig az oktatási hivatal felületére feltölthették a kérelmüket az alátámasztó dokumentumokkal együtt. Én úgy tudom, hogy ez így le is zárult, tehát egy olyan gyerek sem maradt ismereteim szerint, akinek ne kapta volna meg a megfelelő szakvéleményt, illetve akinek pedig a kérelme bent van, az márciusban kap választ. Eddig is voltak gyerekek, akik 4 évet töltöttek óvodai nevelés keretein belül, és hát ugye, ahogy elmondtuk, és ahogy én is olvastam a felvezetőben, ezután is lesznek olyan gyermekek, akik ott maradnak, és még egy plusz évet ebben a típusú intézményrendszerben töltenek el. Korábban talán ugye nagyobb mértékben, ez is elhangzott a felvezetőben, nagyobb mértékben és könnyebben azt mondták a szülők, hogy maradjon még egy évet a gyermek. Ugye ezáltal pedig egy olyan plusz feladat hárul talán az óvodákban a nevelési program kidolgozását tekintve, hogy egy plusz évet kellett még kidolgozni a gyerekek számára, ha jól gondolom én, hiszen ha esetleg csoportméretben maradtak, akkor számukra egy plusz új esztendő kezdődött el, és nem csak néhány gyerekről volt szó, akiket egy-egy csoportba áttettek. Most mi fog változni? Szerintem merőben semmi, mert ha például vegyes csoportokban gondolkodunk, akkor az a kisgyermek nem új csoportot kezdett, ugyanabban a csoportban folytatta tovább a óvodai éveit. Ahol viszont ismétlő nagycsoportról beszélünk, így szakmai szóval mi így hívjuk, hogy ismétlő nagycsoport, ott viszont most már nem lesznek ismétlő nagycsoportok, mert nem lesz olyan, tehát a 6 éveseknek, aki május, augusztus 31-ig betölti a 6 évét, el kell mennie iskolába, akkor már nem lesz ismétlő nagycsoport. A gyerekek egyébként 6 éves korban ön hogy látja, tehát mennyire vonzó nekik az iskola például? Megérnek rá a gyerekek 6 éves korra, kíváncsiak, érdeklődőek, várják. Már új feladatokat várnak, kihívásokat várnak, és ezt az iskolában meg is kaphatják. Arról is lehet hallani, hogy talán 0. elnevezésű évfolyam is indulhat az iskolánkban. Hát ezt én is csak megerősíteni tudom, hogy hallani lehet, konkrét intézkedés erre még nem történt. Mit tudna biztosítani ez a 0. évfolyam? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen az átmenetet. Az átmenetet az óvodai élet és az iskolai élet között. Tehát időt
hagyna a gyermeknek arra, hogy megszokjon egy másfajta napi rendet, egy másfajta munkatempót, egy másfajta életet. Úgy gondolom, hogy most az óvodákban, tehát az elmúlt fél évet tekintve legalábbis, azért az óvodai szülő értekezleten lehet, hogy több időt töltöttek egy kicsit a szülők most önökkel. Éppen ezek miatt, a változások miatt lecsengett már a szülőkben mindez? Így van, lecsengett, de úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól megszerveztük, hiszen tájékoztató szülőértekezletet hívtunk ki, az eljárásrendet ismertettük, tehát a szülő figyelmét felhívtuk arra, hogy mi az ő feladata, mert tulajdonképpen megerősíthetem, hogy megnőtt a szülő felelőssége és feladata ebben. Köszönöm szépen a beszélgetést!